Belépve az operaház lépcsőházából a folyosóra, ezek mögött az ajtók mögött helyezkednek el a páholyok. Olyanok, mint egy nagyobb fülke, előtérrel és székekkel, kilátással a színpadra, na meg persze a többi páholyra és a nézőtérre. Egy operaházban a páholy az egy egészen különös világ, egy egész különleges világ a opera műfajának kialakulásához. Nagyon-nagyon fontos dolog ez a páholy lét. A páholyok titkokat rejtenek, és történetük is van. Ezekről az érdekes, inkább keveset hallott tényekről, vagy éppen legendákról mesél most önöknek Karcag Márton, az opera emléktervezetője. A páholyba azért vesz az ember jegyet, szerintem, mert részben látni akar, részben látszani akar. Tehát egy sokkal hangsúlyosabb hely a páholy, mint egy földszinti szék. És annak idején például, amikor a Magyar Állami Operaház megnyílt, illetve akkor még Királyi Operaház megnyílt 1884-ben, akkor ezeket a páholyokat tulajdonképpen egybeadták el. Tehát egy-egy család bérelte akár egész évadra. Nyilván elsősorban a nemesi-főnemesi családok, illetve az egyre inkább megerősödő pénzarisztokrácia tagjai, akik eldöntötték, hogy aznap este vagy tiszteletüket teszik, vagy üresen kong a páholy. Az operaház megnyitása után az akkor jóval kisebb Budapest társadalmi életének színterei voltak a páholyok. Akik ide váltottak jegyet, azok beszéltek is, és nem csak egymással egy-egy szünetben, hanem leginkább egymásról. Páholyban valóban, ahogy ültek és nézték egymást, figyelték, hogy na meggyógyult a kislány, hazajött az ifjú katonatiszt, és hát bizonyára sok kapcsolat, szerelem, izgalmas pillantás, tekintetváltás zajlott itt a páholyokban. És ha már itt tartunk, álljunk is meg egy kicsit ezeknél az intimebb részleteknél. Tulajdonképpen az opera páholyoknak még a látszani és látni kívül van még egy funkciója, amit itt a Pesti Opera nem egészen tud produkálni, azaz elbújni. Bécsben vagy Párizsban van a páholyoknak egy olyan hátsó része, akár függönnyel, akár ajtóval elválasztva egy pici szoba, amik hát az operajátszás fénykorában szinte szeparéként is funkcionáltak, és például Párizsban, amikor a dandik, a ifjúság megérkezett a harmadik, negyedik felvonás körül, akkor megnézték ugye az akkorra időzített balettet, hiszen ezekben a francia nagyoperákban, mint például a nemrég bemutatott Hugenották, nem véletlenül kerültek oda a balettek, ahova kerültek, és nyilván a libbenő szoknyák közül kiválasztották, hogy melyik az, amelyik érdekes lehet az est további részében, akár a páholy hátában. Bár más megközelítésben, de maradjunk még egy kicsit a múltnál és a színpad bal oldalán elhelyeszkedő páholynál, a proszcéniumnál, ahonnan az előadás minden része bár nem látható olyan jól, de az ott helyett foglalót vagy foglalókat a közönség biztosan észreveszi. Sziszi királyné is szívesen ült itt, úgy tartják leginkább azért, hogy megmutassa magát a jelenlévőknek. Ez a legenda, a valóság azonban más. A legenda szerint ugye Sziszi rengeteget járt ide, a valóságban nem annyit, és hát Sziszi akkor már, amikor az operaház megnyílt, nem az a tündöklő, szépségű, hófehér ruhás, bomboniereken tündöklő királynő volt, hanem hát bizony egy tragédiáktól sújtott, házasságába belefáradt, tulajdonképpen a nyilvánosságtól menekülő, egyre rosszabb egészségügyi állapotban lévő asszony volt, aki kerülte az embereket. Ugye ezért utazott folyamatosan, ugye Budapesten sem igazán tartózkodott, sokkal inkább a Gödöllői kastélyba, tehát nem Budán a várba volt, és amikor az operába jött, akkor valóban abba a páholyba bújt el. Valószínű, ma is megvan a látni és látszani funkció a páholyokban, de ma már az egész műfaj sokat demokratizálódott. Tehát például az, hogy egy család egy egész páholy tulajdonos az operaházban, ez már régen megszűnt, de az a mai napig nem változott, hogy innen a legjobb a kilátás a közönség soraira és a szemközti páholyokra is. Így aki ide vált jegyet, nem csak az előadást, hanem a székekben helyett foglalókat is láthatja.